Több mint egy évtizedes hagyomány, hogy az MLS megyei igazgatóság a tavaszi szezon kezdetéhez közeledve egy futballtornán látja vendégül a labdarúgásban labdarúgásért dolgozókat. Nyíregyházán a Filófozi csarnokban az edzők, a játékvezetők, a média képviselői, az igazgatóság munkatársai, a spali szurkolók, valamint a megyei kormányhivatal együttese lépett pályára. Nagyon sportszerű mérkőzések vannak, viszont igazán férfiasak a küzdelmek, tehát azért vannak kemény ütközések, olykor-olykor az egy-egy szabálytalanság, de hát elnézést kér az egyik a másiktól. És igen, azért vannak nagyon jó játékosok, úgy néz ki, hogy ugyanaz lesz a döntő párosítása, mint tavaly. A kormányhivatal és a spali szurkolók fogják játszani. Tavaly a kormányhivatal győzött, most lehet, hogy visszavágnak a spali szurkolók. A tornát végül a kormányhivatal csapata nyerte, miután a döntőben egy-egyes döntetlen után 7 méteresekkel jobbnak bizonyult a spali szurkolók együttesénél. A harmadik helyen a játékvezetők, a negyediken az edzők, az ötödiken az igazgatóság csapata végzett, míg a hatodik hely a médiának jutott. A gólkirályi címet a játékvezetőket erősítő Kosztyú János szerezte meg, a legjobb kapusnak a spali szurkolóknál védő Bernát Rihárdot, a legjobb játékosnak pedig a kormányhivatalos Bodnár Gábort választották meg a jelenlévők. A rendezvényen szóba került a közelgő tavaszi rajt is. Nagyon remélem, hogy csendes tavaszi szezon lesz. Nekünk igazából az lenne a legjobb, hogyha minél kevesebb szerepelnénk a címlapon, minél kevesebb szerepelnénk a televízióba és a rádióban, hiszen ez azt jelenti, hogy nem történt olyan esemény, ami ugye kifelkelti az érdeklődést, illetve hát természetesen, hogyha az eredményeket letudósítják, annak nagyon örülünk, de alapvetően nagyon remélem, nem lesz miről beszélni a tavasz szezonban, nekünk ez lenne a legfontosabb. A megyei labdarúgó bajnokságokban a jövő hétvégén kezdődik a tavaszi szezon. Az első osztályban, a másodosztály 3, valamint a harmadosztály 5 csoportjában több mint 130 csapat lép majd hétvégenként pályára.